Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha két felől sütne ránk a nap. Vagy a mai vendégem, aki igazi közösségi ember. Volt iskolaigazgató, könyvtáros, zászlóanya. Egy éve a magyar kultúra lovagja. Jelenleg Szeretett Faluja nyugdíjas egyesületét vezeti. Ötszörös nagymama. A mai ismeretlen ismerős Herceg Jánosné Olgi néni. Jó napot kívánok, Olgi néni! Jó napot kívánok! Üdvözöllek! Én úgy képzelem Olgi nénit, hogy amikor kisgyerek volt, a kis Olgi maga köré gyűjtötte az összes gyereket, és állandóan a társaság középpontja volt. És mindig iskolásat játszott. Tényleg? Én voltam a tanítónéni. Na hát nem véletlen. Igen, nagyon örültem, hogyha mindenki szót fogadott nekem. Úgyhogy nem véletlenül lettem pedagógus, mert vagy úgy éreztem, hogy a gyerekeket nagyon szeretem, és szeretek mindig valami újat rájuk ragasztani. Igaz, hogy a gyerekek is örültek annak, hogy ők ott szépen észre se vették az idő múlását, játéknak érezték az egészet, és az is volt. És Olgi néninek is szinte a játékból hirtelen a tanítás lett az élete közepe, mert hogy 18 évesen kezdett el tanítani, ugye? Így van. Alig betöltöttem a 18 évet, akkor még az általános iskola elvégzése után kellett pályát választani, és én a tanítóképzőt választottam. A érettségi után gyakorló évet kellett eltölteni, általában mindenkinek falusi iskolába. Mi összesen 28-an jártunk egy osztályba a tanítóképzőbe, és mind a 28-at kitették falura. És így került Kartalra. Így kerültem én Kartalra. Azt sem tudtam, hogy ilyen nevű község létezik. Mert hogy Pesten született. Pesten születtem, Pesten éltem egész idő alatt. A nyári szüneteket töltöttem, vakációt nagyszülőknél, akik falun éltek. Az iskolai évek azok mind a pesti iskolákban teltek el. Igen szokatlan volt a gondolat is, hogy én Pesten, pesti kislány lettem falun. És milyen volt az első benyomás a Kartalról? Igen furcsa volt. Azóta talán én beszélek legkartaliasabban, de akkor olyan furcsa volt a hangrejtésük a kartaliaknak, a valócos beszédük, hogy ugyancsak hegyeztem a fülemet, ahogyan beszélnek, de mivel, hogy hamar megszerettem őket, észre se vettem, hogy leutánzom a kartali nyelvet. Egy év után, amikor a képesítő vizsgára mentem, az osztálytársak rajtam nevettek, mert annyira senki nem vette át a saját faluja a nyelvét, ahol egy évig volt, mint amennyire én vittem a pálmát. Anélkül, hogy akartam volna. Tehát spontán ragadt rám a kartaliak nyelvezete. Igen, valamit már akkor tudott, hogy nagyon hosszú lesz itt még az élet Kartalon, lehetséges. Azt mesélte nekem az imént, hogy amikor Kartalra került, akkor külön történet volt, hogy kikhez került. Arról? Hát ez valóban egy külön történet, mert az akkori kartali igazgató bácsi egy hórihorgas, nagy tenyerű, igen komoly, 60 évhez közeledő igazgató bácsi, mikor odahelyeztek, hát tudta, hogy Pestről napirenden nem lehet kijárni, tehát Kartalon nekem albérletet kell szerezni. Egy idős házaspárhoz vitt el, ahol már én előttem is lakott tanítónéni, mert nem csak Budapestről, de Püspökhatvanból sem lehetett napirenden kijárni, mert hát a reggeli 8 órai tanítás kezdéshez nem volt alkalmas Püspökhatvanból indulni. Így aztán, mivel hogy az elődöm férjhez ment, megürült a helye, oda vitt az igazgató bácsi. Nagyon érdekes volt, mert
a néni méregetett, ilyen kislányjal még nem volt dolga, aki már is tanító néni. Aztán megkérdezte, hogy hova való vagyok. Hát mondtam, hogy én pesti vagyok. A néni elkomorult, gondolkodott, és azt mondta az igazgató bácsinak, hogy ide figyeljen, igazgató úr, mivel maga hozta ide ezt a jányt, hát nem örülök neki, hogy pesti, de tudja mit? Próbáljuk ki. Egy hónapig adok neki szállást és ennivalót, ha beválik, ha meg tudjuk szokni egymást, akkor itt maradhat. Ha nem, én egy forintot nem kérek az egy hónapi itt létér, de visszaviszem magának. Hú, ugyancsak szaladgáltam a hátamon, hol a hideg, hol a meleg. Na, hogy mi vár még rá. Hogy mi vár én rám, bizony. És hirtelennyébe végig gondoltam az egészet, hogy be kell vállalnom, mert nem mondhatom, hogy ilyen fogadtatás mellett én meg se próbálom, ki tudja, hogy hova visz el, és hogy ott is hogy fogadnak. Nekem a képesítő vizsgára fel kell készülnöm, én tanító akarok lenni, és az csak akkor lehetséges, ha gyakorlójében megállom a helyemet, és képesítő vizsgát teszek. Hát nem csaptam a néni kezébe, mert nem volt ilyen fogadás, és nem is voltam ebben a helyzetben, hogy kézbe csapjak, vagy fogadjunk, hanem mondtam, hogy hát nagyon köszönöm, és nagyon fogok igyekezni, hogy meg legyen elégedve a kedves házi néni. És meg is volt, és igaz? Nagyon meg volt velem elégedve. Nem is voltam még ott egy hónapig, amikor egyszer csak azzal állt elő, hogy hát ez az Olga név, hát ez ő neki nem jut az eszébe sokszor, gondolkodik. És különben is, én egyáltalán nem úgy nézek ki, mint egy Olga. Hanem az előző tanítónéni az Marika volt. Mit szólnék hozzá, hogyha Marikának hívna? Hát nem mondom, hogy nem lepődtem meg, de úgy gondoltam. Ha ettől függ a boldogsága, hát ám legyen. Az anyakönyvbe ugyan nem fogja beírni, de szólítson Marikának. Mondtam neki, hogy majd nagyon igyekszem odafigyelni, ha rögtön nem jelentkezem, nem szólok vissza, akkor tessék csak még egyszer mondani, és akkor biztos már másodjára figyelni fogsz, lassan úgy meg fogom szokni, hogy az első szóra figyelek majd. Hát én nagyon derék Marika maradtam úgy, hogy a szomszédok, akik ott környezetünkben laktak, nem is tudták a nevemet, mert akkor a falusiak tanítónéninek szólítottak, az, hogy Olga vagy nem Olga, ezt nem forszírozta senki egészen a nyugdíjas korom tájékáig, amikor a tanítónéniből, igazgatónéniből átmentem Olgi nénibe. És most Olgi néni vagyok azóta. Mindenkinek, az egész falunak szinte, mivel druszám nagyon kevés akad, a tantestületben 55 évig senki, a faluba egy Olga, egy nem túl messzi utcában lakik, de elég keveset forog a közéletbe, úgyhogy nem tűnik fel olyan kimondottan, és különben is az asszony nevét használja, és nemrégében költözött oda egy másik Olga, akit én magam is csak most a közelmúltban tudtam meg. Úgyhogy így alakult az életem, nagyon beváltam ott, és onnan Olga származik élek. A népviselet szeretetem is, onnan gyökerezik. Mármint az a főbérlőitől. Az a főbérlőimhez. Őszoknyás Kartali néni volt, és igazi bajuszos Kartali bácsi volt, aki a házigazdám volt, és nagy öröméket lelték bennem. Hosszú hajam volt, azt befonták Kartalias, és nagy rózsaszallagot kötöttek bele a ismerősei, rokonai a házinénynek, és nagyon boldog volt, hogy hagytam magam öltöztetni. Azóta is szeretem a Kartali viseletet. És addig lakott ott náluk, ugye, amíg férjhez nem ment. Így van. Tulajdonképpen 55-be kerültem oda, és 59-be mentem férjhez. Azt az időt náluk töltöttem 59-ig. 55-től 59-ig. Na most 37 évig tanított, hát ezt kimondani is sok, ez rengeteg.
Ez igaz. Nagyon sok gyerek volt a keze alatt, és nagyon sok korosztályt láthatott. Mennyire volt más, ha egyáltalán más volt az 50-es években, az 50-es, 60-as években tanítani, mint a 80-as, 90-es években, amikor befejezte a tanítást? Mindenképpen óriási fejlődés a gyerekanyagban. Azok a gyerekek hihetetlenül figyeltek az emberre, figyeltek a pedagógusukra, nagyon szerettek. Az öltözködésükben is teljesen mások voltak. Nagyon sok bőszoknyás kislány volt. A fiúk öltözete az kevésbé válik el, kevésbé feltűnő, de a lányok, akik nem bőszoknyásak, kötényekbe jártak, és úgy mondták, hogy iparos ruhába, kis egybe ruhácskába, kevés kivétellel, akik vagy értelmiségi családból, aki ritka volt, járt. Az átlag az igen egyszerű öltözetbe, és aztán az úttörő életbe lettek az egyforma úttörő ruhák, s azután meg a köpenyes gyerekek, és a rendszerváltás után óriási nagy ugrás lett, meg már előzőleg is érezhető volt az előszele, amikor a nyugatra járás, a műanyag dolgok behozatala, a szabadabb élet elterjedt, akkor ez a gyerekeknek a viselkedésén is, az öltözködésén is nagyon-nagyon feltűnően változott, akkor még előnyére. Még én 92-ben mentem tulajdonképpen nyugdíjba, még akkor is nagy tisztelete volt a pedagógusoknak, de manapság, amikor átmegyek a szomszéd épületbe, átelembe van az iskola, tanítványaim tanítóskodnak, már ők is 50-esek, mondják, hogy hej, Olgi, ezek a gyerekek, ezek nem olyanok, mint mi voltunk, hanem ekkora szájuk van, és olyan könnyen visszaszólnak, és a szülők is nagyot változtak. Nagyon igyekeznek a jogaikat előnybe helyezni, és a kötelességeiket eléggé háttérbe hagyni, és hát a szülőknek meg az, hogy szinten maradjanak anyagilag a kartali szülők, de azt hiszem, hogy ez talán a legtöbb szülőnek jellemvonása, hogy igyekszik a gyerekének mindent megadni, és ehhez igen-igen tevékeny életet kell folytasson, sokat dolgozzon, amikor hazamegy, akkor tovább, és elengedik a gyerekeket eléggé, és a gyerekek szabadossá válnak, nem szabaddá, szabadossá válnak. A tévé nagyon sokat ront rajtuk, és hogy felügyelet nélkül vannak a legtöbb esetben odahaza, leülnek a chipszel föl a lábat a fotelra, és a házi feladatot, meg a tanulást azt nem helyezik előtérbe. Mások a számítógép rabjaivá válnak, de nem kell azt gondolni, hogy alkotó munkát végeznek, a legtöbben játszanak rajta, és mindenféle ilyen vad kergetősdi játékokat azzal telik el a délután, és nem szívügyük az, hogy nem készültek föl a tanításra. Most kanyarodjunk egy picit vissza oda, hogy a 37 év tanításban azért volt egy kis mellékvágány is, amikor iskolaigazgató volt Olgi néni. Igen. Ez hogyan jött? Az iskolaigazgatás, ez egy olyan helyzetből adódott. Én már akkor 10 évig igazgatóhelyettes voltam. Nálunk az alsó és a felső tagozatos iskola teljesen külön épületben van, jó messze egymástól, és hát az alsó tagozatos iskolát én szinte vezettem, mert az akkori igazgatónk az sok minden egyéb munkát is végzett, nem csak az iskolába, hanem Pécelről került oda, és még felnőtt pártoktatást végzett
a Béceli iskolába, és így én nekem volt lehetőségem abba, hogy meg eleve adódott a helyzetből, hogy vezessem. Nekünk minden évfolyamból 3 osztályunk volt mindig, úgyhogy az alsó tagozatos iskola 12 osztályjal, meg 4 napközis csoporttal rendelkezett. Sok iskola a környékben összességében nem volt akkora, igen, mint amekkora a mi alsó tagozatos iskolánk. És akkor az akkori tanácselnök meg az akkori tanácstagság a tantestület javaslatára a lemondott iskolaigazgatónő helyére engem javasolt. Sok vívódás után. De akkor a tanításról le is kellett mondani, ugye? Le kellett mondani, de azért akkor is tanítottam heti 4 órába. Tehát a tanítástól, a gyerekektől, hát a gyerekektől természetes, hogy nem váltam el, de a tanítástól sem teljesen. Aztán később, aztán a második évben szakkörvezetésbe ment át, mert volt bélyeg szakköröm is, és hát azt is nagyon szerettem, és szeretem mindmáig, és akkor úgy döntöttünk, hogy hasznosabb az iskolának, hogyha nem a tanórán vagyok benn, hanem inkább a délutáni időben 2-2 órában töltöm el azt a 4 kötelező órát, és az igazgatóhelyettes koromban meg 8 órát tanítottam, az simábban ment, mert a 2 iskolát vezetni, az alsó-felső tagozatot, az nagyobb probléma volt. Kerékpárral jártam át egyik iskolából a másikba, vagy néha a férjem vitt át, ha éppen tehette, főleg reggel. A bélyeg szakkör ötlete egyébként Olgi nénitől származik? Vagy igen, a bélyeg szakkör abban az időben még komoly bélyeggyűjtés volt, és igazán talán az a szlogen, hogy minden, ami érdekel, megtalálhatsz bélyegen. Abban az időben a műveltség emelésére szánták a bélyegeket, a szépőrzék fejlesztésére, hatalmas sorozatokat adtak ki, virág, állat, festmény, egyéb sorozatokat, és élvezet volt a gyerekeknek a bélyeggyűjtés. Még 50 tagom is volt. Alsós csoport külön, felsős csoport külön. Azok közül 3 vannak olyanok, akik a faluban, felnőtt korukban mindmáig gyűjtők, hát a többiek főleg a 80-as éveknek a legvégén, szóval a rendszerváltáskor, amikor piacgazdasággá lettünk, s minden a piac, olyan nagy mértékben megemelkedtek a bélyeg blokkoknak az árai, hogy azt, mivel hogy párhuzamosan nem emelkedtek a fizetések, valamint a munkahelyek leépülése, a munkanélküliség beállta, egyre kevésbé tette lehetővé azt, hogy a szülők ilyen hobbinak a kielégítésére áldozzanak, mert akkor, amikor kezdtem, akkor 300 forint, 250-300 forint volt egy évi bélyeg ára, ami januártól decemberig jelent meg, és most hát olyan 10 000 forint körül kerül egy teljes sorozat. Ez rengeteg. De valaki még ma is gyűjt bélyeget? Én ma is gyűjtöm a bélyegeket, én ezt nem hagytam abba, mert úgy gondoltam, hogy 5 unokám van. A lányom is gyűjtő volt, tulajdonképpen részben ő miatta indult ez a bélyeggyűjtés, mert németet tanult, a német partner bélyeggyűjtő volt, és ez volt az egyik fő kérése, hogy bélyeggyűjtő társra akart lenni, és akkor hát a lányom még második osztályos volt, tehát önálló gyűjtésre alig volt alkalmas, tehát gyorsan az édesapja is, meg én is beálltunk bélyeggyűjtőnek, és én komolyan tanultam a bélyeggyűjtés csinyát-binyát,
hogy tényleg bélyeggyűjtő legyek, igaziból, s tudjam raktározni, meg értsek hozzá. Úgyhogy így lett. És mindemellett, hogy tanított, hogy bélyeggyűjtő szakört vezetett, hogy iskolaigazgató volt, még könyvtárat is vezetett. Így van, 20 évig. Az is rengeteg. 20 évig voltam községi népkönyvtáros, tiszteletdíjas. Ez a tiszteletdíj, ez csak a neve volt tisztelet, mert hát tudva levő, hogy például egy fél évre 600 forint volt a tiszteletdíj. Ez annyi, mint hogyha már 2000 forint lenne legjobb esetben egy fél évre valakinek a tiszteletdíja. Ez nem igazán tiszteletdíj, de annak hívták. De nagyon szeretem a könyveket mindmáig, ezért egyrészt, másrészt meg azért, hogy én ott éltem mindig Kartalon 55-től fogva, és óriási a kartali tantestület fluktuálódása. A Kartal könyvein azért is vállalkoztam egy részben, hogy kiegészítem az iskolai élet dolgaival, ami 55 és 2004 között zajlott a kartali iskolába, mert kívántam illusztrálni azt, hogy 55 és 2004 között majdnem 1000 pedagógus jött ment Kartalon. Ez azt jelenti, egyik oka a laktanya volt, a magyar laktanya, hogy a pedagógus feleségek a kartali iskolába otthonra találtak, és a fél év múlva elhelyezték a katonaférjet, katonatisztférjet, akkor ugye kapták a lakást, és ment utána, és mi pedig amit tudtunk, csináltunk. Mindig meg kellett oldani az adott helyzetet, akkor is, ha ez nem volt könnyű. Mert nem volt könnyű. Ha már a Kartal könyv szóba került az imént, igazából Kartal önnek köszönheti, Olgi néninek köszönheti, hogy van monográfiája. Hát ebben van igazság, ezt maga, aki írta az alapanyagot, ő maga is így tartja nyilván. Én nem akarom a saját fontosságomat hangsúlyozni benne, de ennek külön története van ennek a Kartal könyvnek. Tessék elmesélni. Mert ez a Kartal könyv nagyon érdekesen született, tekintettel arra, hogy itt a környékbeli községeknek, meg talán Magyarország legtöbb településének is, akik igényt tartottak erre, és volt hozzá olyan személy, aki ezt meg tudta valósítani. A millennium évében, vagy annak tájékán adott ki monográfiát a saját faluja történetéről. Ami szép nagy falunknak nem volt ilyen. Én nagyon szerettem volna egy férc művet könyvtáros koromba össze is állítottunk, hogy mégis legyen valami alap egy nagy csoport, pedagógus társaim, meg a tanács dolgozóinak, orvosnak, más hasonló ambiciózus személyeknek az együttműködésével. De hát ez még stencilezéssel készült, és összesen 15 példányba, úgyhogy ez azt a célt szolgálta, hogy egy kicsit az iskolások környezetismereti óráját azon pedagógusok számára segítse, akik akkor jöttek ide, és hát úgy, mint valamikor én nem tudtam, mi fámterem Karttal, ők is csak akkor tudták meg nagy hirtelen, de hát a környezetismereti órát azért nekik is meg kellett tartani. Karttal pályázott, igaz, hogy nem a millennium évében, hanem 2003-ban a Kulturális Minisztériumhoz pénzalapra a Kartal könyvnek a megszerkesztéséhez, illetve a forrást Asztalos István történész, a Laszodi Petőfi Múzeum vezetőjétől gondolták megszerezni, tehát hogy őt felkérik a megírásra, fel is kérték, megbeszélték vele, és egyéb kiadványok, ilyen Kartal ismertetőknek a megtervezését is egyben a könyvvel kívánták, hogy Kartalt népszerűsítsék kiadványokkal széles körben, beadtak egy pályázatot, ami közel 4 millió forint volt, és egy forintot se nyert a község.
Én azon a napon, mikor ezt a pályázatot elutasította a minisztérium, azon a napon éppen a polgármesteri hivatalba más oknál fogva előfordultam, és a polgármester akkor mondta nekem, miután én többször említettem, hogy Kartalnak is nagyon kellene a könyv, és mondta, hogy hát szerinte, ha ez a pályázat befut, akkor meg lesz. És akkor közölte, hogy bizony ez nem, hogy nem futott be, hanem egy forintot se nyert Kartal. Nagyon szomorú voltam, és mondtam, hogy sajnálom. Ennél többet én pillanatnyilag ott helyszínen nem is tudtam tenni, vagy gondolni. Hanem ezen a napon délután, keddi nap volt ez, és a Kartali Nyugdíjas Egyesület, amit én 2003-ban alakítottam a Kartali Nyugdíjas Társaim körében, ugyanennek a polgármester úrnak, Kovács Lászlónak a felkérésére, egy nagy gyűlésen, egy közmeghallgatás alkalmából, ahol ő egyben kampányolt, mert még akkor polgármester jelölt volt csak. És mondtam a társaknak, hogy 2004-ben már együtt volt a csapat, 2002 végén kezdtem alakítani, 2004-ben már egyesület lettünk, és mondtam nekik a szomorú hírt, hogy nem lesz Kartalnak könyve. Akkor tagja volt egy nyugdíjas postalmesternő, Szabó Ida, akinek a testvéröccse írta, egy életen át gyűjtötte a Kartal könyv anyagát. Ez a Szabó László, a közgazdász, Kartalon volt ifjú, egészen felnőtt koráig, amíg állást kellett keresni, családot alapítani, alkalmi felkérésekre ott földosztó bizottságban, ilyenbe vett részt a háború után, de nem tudott ott maradni, begyökeresedni, mert sem lakást, sem megfelelő állást nem kapott, ami az ő végzettségének megfelelő volt. Nagykáta ajánlotta meg neki a lakást állással, és ő elment Nagykátára, ott élte az egész aktív életét, de egész életében a statisztikai hivatalnak dolgozott, mindvégig Kartal hűfia maradt, mert nem önként, nem azért ment el, mert nem szeretett volna Kartalon maradni, hanem mert hogy nem volt megfelelő ahhoz az életvitelhez, amit legalább minimálisan szeretett volna magának. Így a statisztikai hivatalon, meg az érdeklődési köre által levéltárakban mindig kutatott Kartal után, minden Kartalról szóló ismeretet összegyűjtött kronológiai sorrendbe, és egy 600 oldalas önmaga által legépelt gyűjteményt készített, amit elküldött ő Kartalon több helyre, a könyvtárba is, a polgármesteri hivatalba is, és akkor alakult 98-ban a Kartali Érdekvédelmi Kör, KÉK-nek rövidítették, azoknak is, és a saját nővérének, talán máshova is jutott, amiről én nem is tudok, de ez a gyűjtemény, ez került én hozzám, mert hogy azon a napon, illetve estén elmentem a testvéréhez, aki felajánlotta, hogy odaadja ezt a testvére gyűjteményét, nézzem át, és ha tudok vele valamit kezdeni, hát próbáljam meg Kartal könyvé formálni. És akkor így is lett. És így is lett, mert végül is nagylelkű volt a gyűjtő, Kartal hűfia Szabó László, és kérésemre teljhatalmat adott, ajándékba adta a gyűjteményét, és teljhatalmat adott nekem a szerkesztést illetőleg, mert ő 600 oldalba írta össze a Kartalról összegyűjtött adatokat, de olyan nagyméretű, olyan sok oldalú, annyi statisztikai adattal teli könyvet nem lehetett kiadni, és az az ötletem támadt nagy buzgalmamban, mivel hogy nagyon szerettem volna, hogy
akkor 50 éve voltam Kartalon, hogy ezt az 50 évet ezt meg kell örökíteni, ennek nyomát kell hagyni. Így az jutott eszembe, hogy átnézvén, és mivel hogy ajándékba adta, és átengedte szerkeszteni, tehát kihagyni mindazokat, amik úgy találtam, hogy inkább olyan ír, akik nagy részletességgel akarnak tudni Kartalról, azoknak való átlagembernek túl sok. Azt kihagytam, és eszembe jutott, hogy képekkel tüzdelem meg, úgyhogy akkor 250 képet gyűjtöttem össze a nyugdíjas társaim segítségével, és anyagi alap is kellett ehhez, mert a polgármesteri hivatal ugye nem nyert, az önkormányzatnak költségvetésbe erre pénz nem volt tervezve, miből adjuk ki. Mert ahhoz, hogy a könyv kézbe adható legyen, azt nem adják szerelemből. Persze, ahhoz pénz kell. Pénz kell. Az az ötletem támadt, hogy előfizetést gyűjtök. S hála a kartaliaknak, a kartaliak belém helyezett bizalmának. 2000 forintot számoltunk ki a könyvkiadóval, hogy annyiért lehet a könyvet adni. Ha 800 példányba adjuk, illetve, bocsánat, először 500-ba, az 500-ra lett kiszámolva a 2000 forint per darab, 1 millió forint, a 300 kötet, ami által lett a 800, az utánrendelés volt, mert az 500 majdnem az előfizetésbe összegyűlt, és ez az egész kezdet, ez májusba indult, és karácsonykor adtuk át a könyvet a falunak, eljött Szabó László is, és egy szép, ünnepélyes összejövetelen adtuk át a könyvet. Nagyon sokan kifizették előre a 2000 forintot, összegyűlt a pénz, hát a többit én tettem hozzá, mert a könyvkiadónak, aki egyben ugye bekötve adta át, tehát a kötészet és a könyvkiadás nyomtatás ára 1 millió forint volt az 500 kötetér, a többi pénzt én tettem hozzá, de végső soron tudtam akkor már, hogy a polgármesteri hivatal is vásárolni fog, de már akiknek már az előfizetését nem is kellett elfogadnom ahhoz, hogy megindítsam, tudtam, hogy el fogjuk tudni adni a könyveket, és így született a Kartal könyv, a kartali emberek bizalmából. Én bele is írtam a könyvbe, hogy kik azok, akik az előfizetésükkel segítették azt, hogy tényleg legyen Kartalnak egy kronológiai sorrendben összeállított sokoldalú könyvben, nincs benne minden, bele is írtam az előszóba is, hogy biztos, hogy még sok mindenről lehetett volna írni, és az is elképzelhető, hogy nem hibátlan, de végül is közkincs, igen, mert a kartaliak, akik elszármaztak már Kartalról, azok is a gyökereiket megtalálják benne, igen, és saját magukat kiskorukban. A képek nagyon sok iskolást is bemutatnak, és a témák szerint nagy családosokat, ifjú párokat, tehát nagyon sok ember megtalálja magát benne, vagy hozzátartozóit, úgyhogy ez egy igen, szívesen gondolok vissza. Azóta is keresik még, de hát ezt akkor kiadtuk, és nem lehet megismételni. Most Olgi néni, mikor a Kartal könyvvel foglalkozott, akkor már nyugdíjas volt. Akkor nyugdíjas voltam már. Én nem tudom elképzelni Olgi nénit, hogy ül otthon a kályha előtt és kötöget. Ugye nem is ilyen nyugdíjas. Nem. Tudok minden kézimunkát, de nem szoktam kézimunkázni, mert sajnálom rá az időt. Hát egyrészt, másrészt meg, hogy annyira aktív nincs nyugdíjas korában is, hogy nincs is ideje erre. Többek között arra gondoltam most, hogy a Nyugdíjas Egyesületet megalapította, mint hogy az előbb is említette már. Ez mikor és hogyan történt? Ez 2003-ban
történt, akkor nyugdíjas klub lettünk, 2004-ben egyesületté lettünk, és azóta igen aktívan élünk, nagyon sok kirándulást teszünk, alakult hagyományőrző csoportunk, a kartali babákat öltöztetjük, illetve a babákat kartali ruhába. A magyarországi babamúzeumok mind kaptak tőlünk ajándékba babákat, hogy hirdessék a kartaliak szép népviseletét. Azon kívül a különböző szép tájakat megnézzük, és a környékbe a nyugdíjas csoportokkal kapcsolatot tartunk, és kölcsönösen meglátogatjuk egymást falunapon, vagy nyugdíjas napon, vagy önmagunk által szervezett nyugdíjas összejövetelen. Most például tavalytól indítottuk Nyugdíjasok a nyugdíjasoknak. Ez őszi rendezvény, két ilyen nagy rendezvényt tartunk a nyugdíjasoknak. Az egyik májusban az alakulásunk ünnepe, vagyis a születésnapunk, május 13-án alakultunk, a 13 nekünk szerencsés szám, és sok kedvező dolog történt 13-án, azért mondom szerencsésnek. A nyugdíjasok a nyugdíjasoknak, ez pedig őszidőben, tavaly éppen október 24-én, akkor ott 23-a péntekre, 24-re szombatra esett, és az pont jó volt nekünk, ott olyan szabadidős több nap volt. A nyugdíjasok mindig szabadok, de a hozzátartozók is szívesen jönnek megnézni, mert van a hagyományőrző csoportunkból nyugdíjas énekkarunk is, akik sok kartali népdalt gyűjtöttünk össze, és csokrokba énekelgetjük, és saját magunk csárdás csokrait táncoljuk. De csak a saját szórakoztatásukra, vagy fel is szoktak lépni? Nagyon gyakran a környékbeli csoportokban, sőt, egy óriási nagy élmény, hogy a 2010. január 22-i Magyar Kultúra napján meghívtak bennünket az Uránia Filmszínházba, az egész csoportot, hogy akiket újonnan avatnak kultúralovagjává, hogy azokat köszöntsük. Na de hát ez nem csak az eredménye, hogy 2009-ben én kaptam a Falvak Kultúráért Alapítványnak a kitüntetését, Magyar Kultúra lovagjává ütöttek. Ez gratulálok hozzá. Köszönöm. Ez a lovaggá ütés, ez egy kicsit furcsa, de nagyon érdekes. Rendesen úgy ütötték? Rendesen, fénykép is mindenkiről, akit lovaggá ütnek, mindenkit lefényképeznek, és ennek a Falvak Kultúrájáért alapítványnak minden évben megjelenik az évkönyve. A tavalyi évkönyvben, a 2009-esben, mint felterjesztett lovag, jelölt vagyok benne, a 2010-esben pedig már a csoportunk is, mint szereplő, meg ebbe van a fényképem, abba a szöveg a 2009-esben, és a lovaggá ütéskor lefényképezve a 2010-esben a tavalyiba tették bele. Nagyon kellemes és sok jó kapcsolat született. Ez az első is mindjárt nagyon érdekes volt, amikor én mentem kartali ruhába a Uránia Filmszínházba, kezembe a székecskével, mert nem fér vele a bőszoknya a zsőjeszékbe, a moziba. És van ilyen speciális kerekszékünk, amire ráülünk, s a szoknyát hátul leengedjük. Vittem a székecskémet, s kinyúlt az első sorból egy kéz, akit máig sem feleztek el, dr. Csáki Piroska újvidéki lovaktársnő volt, aki már már 5 éve akkor lovag volt, és mutatta nekem, hogy oda letegyem a széket mellé, és a szárnya alá vett, nagyon jól esett nekem. Ez, és azóta is internet kapcsolatban vagyok vele, és
úgy volt, hogy eljön látogatni, de mind a ketten betegek lettünk ebbe a 2010-es évben. Majd jövőre, ha minden igaz, hogy ez a kapcsolat létrejött. Hát, ha még Szerbia is bekerül az Unióba, sokkal közelebb és könnyebb lesz a kapcsolat, és hallottam is a közelmúltban a hírekben, hogy mivel, hogy mi leszünk az uniós vezetők a következő 2011-es első fél évben, így lehetőségünk van segíteni őket, hogy bekerüljenek. Ilyen kapcsolat Herencsénnyel is alakult. Egy Palóc mesemondó néni, aki velem együtt kapta a kultúralovagja kitüntetést, azóta is jó kapcsolatban vagyunk a herencsényiekkel, a herencsényi nyugdíjasokkal, kölcsönösen látogatjuk egymást. Bartus Józsefnének hívják azt a Palóc mesemondó nénit, 84 éves, és olyan friss szellemileg, mindenki nagyon örül, amikor jönnek hozzánk a herencsényiek, és mi is örömmel megyünk. Tavaly pedig Dévai Nagy Kamillával ismerkedtünk meg. Dévai Nagy Kamilla 2010-ben kapta a kulturalovogja kitüntetést, és mi pedig, mivel hogy a vendéglátásba, a lovagavatás műsorába szerepelhettünk, a Uránia mozi lépcsőjén álltunk szépen sorba 15-en, és himnusz szózat és más ilyen közös énekléssel is meg voltunk bízva, hogy hát velünk együtt énekeljenek a többiek. És hát a szózat elég nehéz dallamú, és én nekem torkomban dobogott a szívem, hogy jaj, el ne tévesszük. Még a lábam is reszketett, legalábbis én úgy éreztem. Közvetlenül így előttem állt a Dévai Nagy Kamilla, az újonnan avatott lovag, aki gyönyörű hangjával vezetett bennünket, énekelte velünk a szózatot, mi olyan bátran énekeltünk, mert támaszt éreztünk benne, szinte sugárzott belőle a szeretet, szinte simogatott bennünket a szemével, mert tetszett neki az egységes, szép népviseletünk, és értékelte azt, hogy mi vállalkoztunk erre. Nagyon jó volt ez a kapcsolat, nagyon-nagyon segített. S most a nyugdíjasokért második éves évfordulón, most múlt hét szombatján, 13-án, november 13-án, mondtam, hogy a szerencsés szám, igen, tartottuk a második ilyen ünnepséget, és Dévai Nagy Kamilla volt a vendégünk. Óriási sikere volt, és nagyon jó, hogy elfogadta a meghívásunkat, egész karttal örült, nagyon kedves levelet írt nekünk, amikor hazament mindjárt még aznap, mert 13-ai dátum volt az internetes levél alatt. Ez azt jelentette, hogy mindjárt benne volt, és kiöntötte az örömét, hogy jó volt köztünk lenni, és nekünk is nagyon jó volt, hogy köztünk volt. Kartanon a megbecsültségét jelzi Olgi néninek az, hogy zászlóanyának is felkérték. Mi? Így 2000-ben. Igaz, ez a legjobb kor jött. Igen, mert hogy előtte... Előtte halt meg a férjem. Én nem hiszem, hogy sajnálatból kértek föl. Én inkább úgy gondolom, hogy értékelték az ott eltöltött éveimet. Igen. De én magam nem ismerem meg a képen magamat, mert 10 kilót lefogytam, és hát ez igen mássá teszi az ember alakját, arcát, megtöri az ilyen óriási gyász. De talán ez mégis segített. Jól esett. Persze. Mégis nagyon jól esett. És a zászlóval kapcsolatosan még ide visszatérek, mert ez nagyon érdekes, hogy 2010-ben vittünk egy nemzeti színű szallagot, amire mi ráírtuk a nevünket, és azt, hogy a Falva Kultúráért Lovagja Alapítványnak ajándékozzuk a Kultúra Napja tiszteletére, a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, és fölköthettük az alapítvány zászlajára. Ott általában rózsaszín, kék, fehér,
szalagok vannak, persze ráírva, hogy kik adományozták, akkor az egyetlen nemzeti színű szallag, ilyen jó széles a mi szallagunk volt, és én nagyon boldog voltam, hogy én köthettem ezt fel, és hogy ezen túl ott hirdeti a kartaliak tetrekészségét, mert a nemzeti színű zászló az feltűnik a többi között, és mi is, ha ránézünk a képre, vagy a videót megnézzük, ami akkor készült, nagyon örülünk neki. Volt ott olyan videós, aki hivatásos, és lehetett rendelni DVD-t. Mi is rendeltünk, és nagyon örülök neki, mert jó sikerült, mi is öregbíthettük Karttal hírnevét ezáltal, meg a nyugdíjasokét. Igen. Egyébként a Nyugdíjas Egyesületbe könnyen csatlakoztak a tagok? Kezdetben nem. Igen, mert nehéz. Karttaliak nehezen oldódnak, mert meg talán sok nyugdíjas másutt is, amikor a nyugdíjas korba lépnek, befejeződik az előélet, ami valamilyen munkahelyen töltenek, és igen furcsa az, hogy onnan kicseppentek, amúgy ők a családjukba éltek, és nagyon kevés van és volt közöttük olyan, aki a munkája mellett a közösségbe, a karttali életbe részt vett. Én nekem óriási szerencsém az, hogy mindig Karttalon éltem, ott is lakom. 55 éve a férjem is karttali volt, és nagyon is szeretem a karttaliakat. Ez, a szeretet az átsugárzik, valahogy megérzik az emberek, és mindig többen és többen jönnek, és jöttek. Nem mindenki áll be úgy tartósan, hogy minden kedden összejárunk 2 és 6 óra között. Ez úgy történik, hogy 2 és 3 között van az ének és táncpróba. 3 után jön bárki, aki kíván jönni, megünnepeljük mindenki névnapját egyesével, külön-külön, nem ám összevonva, mert mindenkinek jár az önmaga szerint, hogy ő neki saját névnapja legyen, nem ám, hogy 6 mariskát egybe vonnak, vagy erzsikéket, mikor többet, mikor kevesebbet. Viszont amikor kirándulni megyünk, nincs előnyös pénzügyi helyzetünk, mert nincs elég alap arra az önkormányzattól. Igen kis támogatást sikerült eddigiekben kapnunk. Bízom benne, hogy most az új képviselő választás után változik a helyzet. És igaz, hogy mindenütt takarékosság van, de talán egy kicsit jobb bánásmódba részesülhetünk, mint eddig. Mi minden utazást magunk fizetünk, és annyi felé osztjuk a buszköltséget, ami nem kevés, ahányan utazunk. És nagyon-nagyon-nagyon jó dolog az, hogy pártolótagok nagyon sokan vannak. Ez azt jelenti, hogy évelején januárban beiratkoznak pártolótagnak, és én telefonon szólok, mindjárt a beiratkozáskor a telefonszám is mellékelődik, vagy ha nincsen, akkor hogy kivel tart kapcsolatot, de általában, ha nem vezetékes van mobiltelefon, kevés kivétellel, és értesítik egymást, és ha 50-55 fővel megyünk például Herencsénybe, akkor 20-an járunk össze minden alkalommal, de föltöltődik a busz, mert mindig szívesen jönnek velünk. Ha egyik, nem másik, úgyhogy 30-40 fővel simán, mert még az sem biztos, hogy a 20 fő minden alkalommal el tud jönni, a legfontosabb, de még az sem tud. Az élet sok mindent produkál, és van, hogy 14-en vagyunk, akik táncolunk, hogy nem tud azok közül sem mindenki eljönni. Persze. Most például én nagyon igyekszem elmenni, de táncolni a saját betegségem miatt nem tudok. Alig várom, hogy
ettől megszabaduljak a betegségtől, és újra fölvehessem a kartali ruhát, de mivel hogy az a kartali ruha, az a hat szoknya bizony elég súlyos, én eddig észre se vettem, de most a betegség kapcsán nem bírom olyan jól, meg hát a doktor bácsi azt mondta, hogy ezzel ne is kísérletezzek, úgyhogy most például én vagyok az egyik élő példa, hogy nem tudunk 14-en fölállni, táncolni, de éppen van egy másik betegtárs is, úgyhogy 12 épkézláb van, aki táncolni tud. Az nagyon fontos, hogyha szerepelni megyünk, hogy azok eljöjjenek, és a többi társ, aki összejár ugyan velünk minden héten, vagy majdnem minden héten, de mégis valami miatt nem tud eljönni, a többiből fel tudom tölteni a pártolótagokból, be se fér mindenki. Igen, igen. Holgi nénitől idéztem a műsor elején azt, hogy szeretné és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne a nap. Úgy érzi Holgi néni, hogy kétfelől süt a nap, Holgi néni? Én így. Nagyon nagy beteg voltam most ez év. Március 5-én nagyon nagy műtétem volt, vastag béldaganatra műtöttek, és súlyos állapotban voltam. Észrevétlenül, mert úgy, mint a férjem is, észrevétlenül hordozott súlyos betegséget, neki abba el is kellett mennie. Februártól áprilisig teljesen leépült, és elment az élők sorából. Én ennél szerencsésebb voltam, a Teremtő úgy érzem, hogy úgy gondolta, hogy még van feladatom itt az emberek között, a családba, a faluba, és hagyott meggyógyulni, de közben ugyan gyorsan felépültem, de szereztem egy sérvet. Méghozzá egy jó nagy gyermekfejnagyságnyi sérvet, úgyhogy a jobbak majd ez decemberi hónap Mikulásán csoki Mikulást kapnak, én meg orvosi kést fogok kapni. És egészséget. Fognak műteni, és remélem, hogy meg egészségesedek. Nagyon iparkodok majd vigyázni, hogy többet kell pihenni, ami nem erős oldala. Igen, igen, ahogy ismerik, Olgénén. Hát nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és remélem, hogy a Mikulás valóban egészséget fog majd hozni Olgénéninek, és köszönöm, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt járt. Köszönöm. És köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Várom önöket legközelebb is a képernyők elé. Viszontlátásra.